Tehát minden püspöki konferencia létszám arányosan küldhet egy, két, három, esetleg négy fő delegáltat. ami mi konferenciánk nem tartozik a legszámosabb vagy legnépesebb konferenciák közé, tehát ez a 21 néhány fős konferencia egy főt delegálhatott a színódusra. Ezt a főt titkos szavazással kellett megválasztania a testületnek. Nyilvánvalóan a jelölésnél azért elhangzottak szempontok, amelyek nagyon fontosak mindenek előtt, hogy a színódusnak az alapnyelve az a olasz lesz, tehát olyan valaki kell, aki az olasz nyelvet birtokolja, illetve akinek van valamilyen előélete ezzel a témakörrel kapcsolatban. És én annak idején, mint erkölsteológusnak teológusnak készülő hallgató, a család témát választottam már mind a licencia dolgozatomhoz, mind pedig a doktori diszertációt ebben a témakörben írtam. Tehát így mind a két feltétel szinte predestinált arra, hogy én is a jelöltek között legyek, és a konferencia úgy döntött, hogy engem választ küld ki. De ezt a döntést még tavaly, tehát egy éve körülbelül meg kellett hozni, és akkor jelölte a konferencia személyemet a színódus számára, és onnan jött a megerősítés, hogy természetesen elfogadnak. De azon kívül az Erdő Péter bíboros úr is jelen lesz, hiszen ő Hivatalból, miután ő főrelátora lett a Színódusnak, már a rendkívüli Színódusnak is egy évvel korábban, a mostanénál is ugyanúgy megkapta ezt a feladatot, tehát így gyakorlatilag ketten is képviseljük a püspögi konferenciánkat. Illetve éppen az elmúlt héten tudtam meg, hogy még egy harmadik tagja is lesz a konferenciának Rómában a Színóduson, hiszen a Kocsis Fülöp érsek úr, mint a keleti rítusú egyházaknak a delegáltja fog részt venni szintén ezen az ülésen.